Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm rádiónk vendégét, Szemereiné Pataki Klaudiát, Kecskemétváros polgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit. Azt gondolom, hogy most már tényleg március közepét írunk, és itt a tavasz, ébred a természet, kimondhatjuk, hogy tavasz van, és hát bizony a kertben is megkezdődtek a munkák, egyre többen gondozzák a kis kertjeiket, és hát természetesen a város is zöldül, és itt is megkezdődtek már a növénytelepítések, faültetések az elmúlt időszakban, ezekről is hallhattunk. Így van, igen, gyakorlatilag bárhova megyek a város minden egyes pontján érezhető, hogy a családivá házas kertházas övezetekben ugye mindenki dolgozott, szorgoskodott a hétvégén is, meg az elmúlt napokban, hetekben fametszések indultak el, ugye láttuk a barackfa is egy kicsit hamarabb kezdte el kipattintani a virágját, és sokan még csak akkor álltak neki a metszésnek, vagy úgy tervezték, hogy még csak most érnek oda a metszésnek, de látjuk a hagymás virágokat, hogy gyönyörűen kibújtak, vagy éppen ahogy most ide érkeztem a rádióba, ugye Mária utca és a Losonci utca sarkán gyönyörködtem egy gyönyörű szép tulipán virágfába, ami teljes pompájába virágzik, úgyhogy tényleg érezhető, hogy a városban is megmozdult a természet. És hát a közösség oldalán is láttam, hogy azért ön is kedveli a virágokat, van kedvenc virága? Hát igen, én is nagy virágkedvelő vagyok, nagyon kevés az időm, de azért van egy pár kedvenc virágom, és például meg ajándékozott így születésnapomra, névnapomra a kedvenc virágom gyönyörű szép virágokkal, virágba borult teljesen a Mária könnye, vagy viasz virágnak is hívják az otthoni ablakomba. Számomra egy mese szép kis csoda virág, és iszonyatosan jó illata is van, de hát mellette az egész ablak teli van virágzó növényekkel, ugye az orchidea, az örök, illetve egy-két különleges virágot is kaptam, ami valahogy először elkopaszodott így a nyár folyamán, de most hirtelen kipattant és virágba borult, úgyhogy otthon is a virágjaim. Ha szeretettel gondoskodjuk és törődünk velük, akkor meghálálják. Hogyha néhány számadatot kellene mondani arról, hogy Kecskeméten tényleg milyen zöld felületeket találtunk, és ott milyen virágok vannak, illetve hogy vannak olyan körforgalmak, amelyekben vannak telepítve növényekkel ráadásul. Tehát ezeket is gondozni kell, van vele munka. Van vele munka, ugye most a rengeteg sok új körforgalom rétesült a városba, és akkor egy egységes koncepció mentén elkészítettünk a főkertész úrral és a város üzemeltetéssel egy javaslatot, hogy hogyan növényesítsük be, illetve melyik körforgalommal mit tudunk kezdeni. Ugye valamelyik a városi fenntartás, valami állami fenntartású magyar közút fenntartásában lévő körforgalom. Mi most 8 körforgalmat helyeztünk fókuszba, szerte a város különböző pontjain, és ebben a 8 körforgalomba épp most írtuk össze a növényállományt, mint egy 10 000 növényt fogunk telepíteni, és ugye azokat a feltételeket vettük figyelembe, hogy azért szárazságtűrőnek kell lennie, évelőnek kellene lennie, hiszen változik a klíma, változik a környezet, és azért a fenntarthatóság is egy fontos szempont, úgyhogy ezek alapján lettek összeválogatva, találkozhatunk majd levendulával, találkozhatunk rózsával, mint egy virágzó különlegességgel ezekkel a körforgalmakba, úgyhogy pont a napokban szerzik be a munkatársak, és indítják el az ültetési folyamatot. Elmondhatjuk, hogy tényleg csodaszép, amikor a városba sétálunk, és látjuk ezeket a szép virágokat, és olykor azért nyoma veszik egy-kettőnek, de hát rózsát említettünk, mondjuk nem vagyok egy nagy kertész, de hallottam róla, hogy ezt azért kicsit nehezebb nem gondozni, vagy ugye ott a tüske miatt akár kényes virágnak mondható a rózsa? Alapvetően úgy ismertük meg, hogy kényes virág, de a mostani kertészeink javaslatára találtak olyan rózsafajtákat, amelyek kifejezetten olyan szárazságtűrés köztéri ültetésre teljesen alkalmasak, úgyhogy bízom benne, hogy a kertészek értelme az be fogja bizonyítani a rózsákhoz fűzött reményeinket, hiszen a rózsakert is évről évre gyönyörű pompájában található a Katona József gimnázium szemben, hogy a Béketéri általános iskola előtt, tehát azt gondolom, hogy a tapasztalat az megvan, a rózsa szakértőink itt a városban pedig mindenféle jó tanáccsal elláttak bennünket.
Folytatjuk műsorunkat és beszélgetésünket Szemereiné Pataki Klaudiával, Kecskemét város polgármesterével. Néhány héttel ezelőtt a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője vendégünk volt Boros Gábor, beszélgettünk arról, hogy például a Kecskemét főterén megújulnak a szökőkutak, de hát arról is szó esett, hogy facsemeték gondozása, fák gondozása. Beszéljünk egy kicsit akkor tényleg a főtéri történésekről, hiszen azért ott is voltak ültetések, és ott is a növényeket gondozzák. Hát ott is újra kellett gondolni, hiszen a legutolsó főtéri rekonstrukciónk ugye az 2018-19-ben volt, ott a Luca szobor környéke, környezete, és ezzel együtt a növényvilág is, ami most már megérett arra, hogy szintén felfrissítsük az ottani növényállományt is. Ez is zajlik, ugye a mellette lévő régi szökőkutunk is a sétány közepén egy felújításon megy keresztül, úgyhogy azt gondolom, hogy az a része is a főtérnek újra fog pompázni itt a májusi-júniusi nyári időszakban. Oda is olyan növényállományokat gondoltunk végig, amelyek évelőek. Ugye rendbe tesszük az öntözőrendszert, ezt lehet látni, és azokat a köztéri alkotásokat fölvettük az alkotóval is a kapcsolatot, és azokat a köztéri alkotásokat, amelyeket oda helyeztünk el, és amelyek a használat során mutatnak módosításokat, azokat is most elvégezzük. Például ugye, hogy folyik végig az a kis csörgetező kis folyó a békával a végén, ott olyan nagyon szerettek a gyerekek a végig futni a csörgedező patak mellett, és így állandóan ki volt taposva az egyik oldal, úgyhogy most azt is orvosoljuk, nem növénnyel, hanem más tereprendezéssel, hogy ne okozzon ez a jövőben ilyen szempontból esztétikai problémát sem, és a gyerekeknek is biztonságos legyen, ne csúszkáljanak a sárban. Ez a Lucakút környéke a főtér más területén történik-e még? Igen, az egész főtér, tehát az egész főtér egy teljesen új növényállományt kap, ugye kezdtük a Városháza környezetével, a Városháza előkertjeibe is újra telepítettük a növényállományt, most még a Városháza hátsó részében is folytatódnak a fa és cserje állomány frissítések, és a főtér teljes egészében Rákóczi úttal együtt több ezer új növényt, új évelő növényt, szárazságtűrő növényt fog kapni. Az elmúlt napokban lakossági faültetések voltak itt Kecskeméten, hiszen ugye több erdőnk van, milliómodik erdőben is történtek faültetések, Katonatelep, Hettény, Egyháza, Izsáki út, ezekről, hogyha néhány szóban mesélne nekünk. Igen, ugye a faültetések kapcsán egyrészt nagyon sok civil együttműködés alakult ki a városban, másrészt pedig ugye a város megújította a véderdő koncepcióját is, a véderdő fenntartásának a koncepcióját. Ugye az első ilyen helyünk az Izsáki út véderdő, mint egy mintaterület, az új erdő mérnöke a városnak, a KEFAG-gal együtt összefogásban egy teljesen új koncepciót, egy fenntartható ökológiai szemléletű véderdő fenntartási koncepciót alakított ki. Én is kimentem személyesen, és megnéztem, hogy milyen fák kerülnek elültetésre a véderdő faállomány pótlásában. Rögtön a lakossági kérdések is azok voltak, hogy ugye lecseréljük ezeket a nyárfákat, amelyek a szöszöket ugye ontják ki magukból egy bizonyos időszakban, és ugye nagyon komoly allergiás tüneteket, problémákat okoz itt az Alföldön, és itt városunkban sok-sok embernek, és igen, ezeknek a leváltása is zajlik folyamatosan, és így az Izsáki úti véderdőben természetesen nem olyan fákat ültetünk, hanem más fák kerülnek ültetésre, kocsányos tölgy, különböző szilfajták, mezei szil, vagy például a sajmegy, amely fafajtaként akár virágzó is, meg termő is lesz abban, és mellett a cserjékről is gondoskodott a szakértő, mert az látható, hogy úgy él, és egy úgy tudjunk egy élő véderdőt kialakítani, hogyha az ajzat növényzet is szimbiózisban van az elültetett fákkal, fa állománnyal. Úgyhogy ezek zajlanak a város különböző pontjain, ezek az ültetések, a milliómodik erdő, akkor például a katonatelepi véderdőben is történtek változások, katonatelepen is a hétvégén ott zajlottak faültetések, ahol eleve nem is volt, mert ugye ott egy autó út kijárója volt annak a város résznek, és akkor azt most képviselő úr is aktivizálta a környező lakosságot, és az első ellenére is azért egy páran kimentek és segítettek beültetni azt az üres foltot, ahol soha nem is volt például erdő, de 5 éven belül pedig pompázni fogott az erdő.
Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemétváros polgármestere a vendégünk. Beszélnünk kell a civilekről is, akiknek határozott céljuk, hogy zöldebb legyen Kecskemét. A panelrengetekben is nagyon szép erkélyeket láthatunk, és ott is például vannak közösségi kertek a Széchenyi városban, de hát ott van a Hunyadi város, ahol mondhatjuk, hogy az volt az első közösségi kert. Így van, az volt az első közösségi kert. Hát így kerek a rendszer, és így örülök neki, hogy a városban még mindig él a civil kurázs, és segíti kiegészíteni azt a közösségi feladatot, amelyet a város ellát, hiszen ugye az előzőekben beszéltünk mintegy összesen 30 ezer falcserje növényállományról, amelyek most a közterületen elültetésre kerülnek, de ehhez kell az is, hogy ebben a hatalmas nagy városrészben, nagy területi kiterjedésünkben a civilek is segítsék a lakók mellett a munkánkat. Úgyhogy az első, igen, az első közösségi kert és az a szép környezet kialakítása Hunyadi városban a legrégibb közösségi kertet üzemeltető civil szervezet található, de mellette számtalan megjelent Széchenyi városban is, ugye őt követték a Széchenyi városi jó példával, a Széchenyi Városért Egyesület, majd a Szamler László vezetésével a Zöld és Pont civil központ nagyon sok területen, például a Milliomodi kertőnél is besegített, de láthatóak a városrész kisebb mikroközösségeit mozdítja meg ezzel a Zöld Pontos együttműködésével, a Gáz Zsombort segíti a munkáját. Hétvégére is hirdetnek egyébként lakosságnak, balkon növényeket is osztogatnak, tehát nem csak az előkertek, a közösségi kertek és a köztéri zöld felület megújítása a civil társaságnak a feladata, hanem tényleg széles körű, amiben segítik a munkánkat. És hogy mennyire népszerűek úgymond a virágosztások, én mint Széchenyi városban lakó is tapasztaltam, hogy ugye ott is szerveztek és szerveznek is ilyen virágosztásokat, hogy nagyon gyorsan elfogytak a virágok, de volt, akinek akkor nem jutott, de szerencsére később kapott. Igen, igen, a Széchenyi Városért Egyesület új elnökasszonya Zsámbóki Angéla is nagyon-nagyon elkötelezett ebben a kérdéskörben, és látom, hogy felkészülten szervezi, és ugye összefogja ő is a kertészeket, a lakókat, és hogyha véletlen valakinek nem jut, akkor utána azonnal válaszol, felveszi a kapcsolatot, és eljuttatja a lakók igényének megfelelő növényeket a megfelelő helyszínre, úgyhogy tényleg aktív az összefogás ebben, ezen a területen a Széchenyi városban. És egyébként most, hogyha végig nézzük ezeket a kezdeményezéseket, akkor pont március 18-án ünnepeltük azt, hogy 2 éves évfordulója van annak a parkerdő létesítésnek, amelyeknek nagyon sokan ültetői voltunk, többek között én is ott voltam a fa csemeték ültetésénél, és hát sok-sok erő és sok-sok energia, odafigyelés kell hozzá, folyamatosan jelentkezik a Zöld Küldetés Egyesület, hogy miben tudom még segíteni a munkájukat, hogy ebből a parkerdőből tényleg erdő legyen. Tehát az üzenet, és az a kell igazából odafigyelni, hogy ez egy dolog, hogy elültetjük ezeket a facsemetéket, hanem utána a gondoskodás, az odafigyelés, a törődésre is szükség van, és itt mindenkire, ugyanúgy a civil szervezetek munkájára, az ott élők munkájára és a városüzemeltetés összefogására tényleg nagy szükség van, hogy ezekből a fákból hatalmas, nagy árnyat adó lombkoronák legyenek. Azért még lehet, hogy páran felteszik a kérdést, ez az erdőpark hol is található? Igen, ez az erdőpark, ez a élményfürdő mögötti terület részünk. Egyelőre még ugye egy elzárt terület, de ugye a város tervei között szerepel, hogy ahogy ott átgondoljuk a szabadidőparknak a teljesen új funkcióját, és látható, akkor települnek be folyamatosan az új funkciók a szabadidőparkba, azt a területet is meg fogjuk nyitni. A város most már megszerezte azt a területet, mert nem volt teljesen tiszta a tulajdon viszonya, úgyhogy ebben léptünk előre, és akkor az új koncepcióval pedig nyitni fogjuk ezt a területegységet is, hogy minél több és minél zöldebb környezete legyen a kecskemétieknek. Polgármester asszonynak köszönöm szépen, hogy ismét itt volt, és egy hét múlva várjuk vissza. Köszönöm szépen a meghívást.